Feri-jegy a repülőtér. Évente több millióan járunk itt, mégiscsak nagyon kis részét ismerjük egy különleges világnak. Filmsorozatunk főszereplői maguk a repülőtéri dolgozók. Az ő munkájukat nyomon követve jutunk el az utasok számára láthatatlan területekre, és megismerjük Feri-hegy titkait. Ezen az ajtón érkeznek be az utasok a tranzitvárónak nevezett helységbe. A becsekkolástól és a gépindulástól számított időt az utasok itt töltik ebben a régióban. Azt mondják, egy modern repülőtéren még a beton is világít, hiszen a betonba beépített úgynevezett touchdown zone lightok jelölik ki a leszállás pontos helyét, az úgynevezett földetérési zónát. Midland 731, this is Erling on handling operations, go ahead. Good morning, we shall be on the ground at time, well, on the hour basically. Right, the send is going to be number 37. Do you need fuel for the return flight? Confirm number stand 37, is that correct? Yes, that's correct, 37. Do you need fuel? Affirm, yeah, we will need fuel for the return. Do we have a slot for way back? Yes, it is 1055. Great stuff. Stay on the ground. Thank you. Bye-bye. Első raktérben lesznek a tűnők érkezésben. Megtudjátok csinálni 5 perc alatt? Fél 25-kor tud indulni. Én azt hiszem, aki ennek egyszer a szerelmese lesz, az nem tud innen elszakadni. Kivéve, ha nyugdíjba megy. És két kézzel lököm kifelé, mert különben nem tudom egy kézzel kinyitni. Van egy olyan tűzoltóhely, ahol valódi tüzet oltanak a légiutas kísérők, valódi tűzoltó palackkal, hiszen meg kell tanulniuk, hogy hogyan működik a tűzoltása, hogyan viselkedik a tűz maga. Az autókba be van készítve a csizma, illetve rá vannak készítve a ruhák, hogy egyből lehessen menet közben felöltözni, és a kiérkezés után egyből beavatkozni.
Tehát 44 másodperc, ezt az időt éjszaka és nappal is tartanunk kell. Háromszor 380 voltos feszültséggel indul a rendszer. Bekapcsoltam. Erről a tábláról történik a további indítás. A forgó gépek felgerjednek, és szépen megjött a fény. Nézőket elvinnénk egy iskola körrepülésre a Malév 440-es számú járatával. Itt látható, hogy a repülőgép már elkezd emelkedni, behúzott a futóműveket. Bizonyos földrajzi határon belül 6000 méter magasságig az érkező induló, illetőleg a közel körzetet átrepülő légiforgalmat irányítja, tehát itt már légiforgalmi irányítás történik. A Cseh Turkish 1702, kontakt arad, 1-2-1, decimal 3-7, goodbye. 1-2-1-3-7, goodbye, Turkish 1702. Tehát fölteszi a különböző pontokon a számított idejét, és illetve a magasságát. És hát itt látszik is tényleg, hogy ezek összejönnek, tehát meglehetősen közel kerülnek egymáshoz, majd ezzel kell tennünk valamit. Condor 871, traffic descend now to flight level 330. Ezt a pilóta nem hallja, vagy nem figyel? Condor 871, Budapest. 871, go ahead. Condor 871, descend now to flight level 330, due traffic. Flight level 330, Condor 871. És akkor itt látszik is most már, hogy a Condor süllyed, elhagyta a 35000 lábas magasságot, a flight level 350-et. Szerbusz, man F743, continue approach, Trivar right report turning, final number 1, wind 210 degrees, 2 knots. Lot 532, good evening. Line up and hit for takeoff runway 3 left, wind 170 degrees, 3 knots. Huszonhét left a Párizsban zárva van. Jó. Ez egy pálya. 08 right-ot vártam. 08 right, arra nincsen semmilyen előrejelzés, van ottamban. We want, continue, rotate. Positive rate. Iran. Iran. Airport CS, top 1-5-5-0, just passing 4,000 feet. 550,